gyermekek vagyunk, s mi is látunk, mindig haladunk. Az úton megvenni kell, még akkor is, ha maradni akarunk. Itt egy év és ott egy újabb, de ember törve vár újat. Korlátaikat hagyja ki, de itt is vagy, és folyó is vagy. Tartod más, hogy át kell, meg akarnak, ki neved rá. Számad is vagy, repülhetsz is, így feléjük emelkedhet. Ez a koncert más, mint a korábbi jubileumi előadások, akár a 10. vagy 15. vagy a 18 évesek lettünk elnevezésű koncert. Annyiban üt el azoktól, hogy itt több a sztorizás az elmúlt időszakokról, hiszen ennyi évtized alatt már sikerült annyi emléket gyűjteniük, amelyeket érdemes megosztani a közönséggel. A spontán, vidám, éltető hangulatot adó interaktív poénokat. Szóval igazi jubileumi vívát Bakusz várt a közönségét a Pécsi Kodály Központ színpadán. Bátran merem állítani, hogy nincs megírva szó szerint senkinek a szövege, hogy mit fogunk mondani, úgyhogy ilyen szempontból improvizatív lesz, de azért nagyjából összeraktuk, hogy ki melyik sztorit fogja előadni. Nem könnyű 20 évig együtt maradni, alkalmazkodni egymáshoz. Mégis kitartotta 2 évtizedig. Ennek is megvan a maga magyarázata, persze derűs formába öltve. Félig szerencsénk van, hiszen az együttes, a 7 tagú együttesben 3 testvérek is vagyunk, és 4 rokonok, de így az elmúlt 20 évben most így már mindenki testvér lett. De az igazság az, hogy a kezdetek kezdetén 4 indultunk. 4 voltunk az alapítótagok, a Gergő az egyik, ő itt a Gergő, meg az én ikertestvérem, én vagyok a másik, és van a Balási Szabolcs, aki még ma is az együttesnek a tagja és zeneszerzője, illetve a Stumpf Árpád, akit Pécsen mindenki zsiráfként ismer, őt a betegsége akadályozta meg abban, hogy továbbra is velünk haladjon, és akkor jött be először a Bognár Szabolcs, aztán pedig a Karcsi, és a végén csatlakozott még a csapathoz a Kőszegi Sámuel és a Karcsinak a fia, a Szentgyörgyvári Balázs, ő. Azért mondtam mindezt el, mert mind a mai napig így tevődik össze az együttes. Szóval olyan, hogy fluktuáció, hogy kilép valaki, gyorsan bejön más, és állandóan mindig mások vannak benne, ilyen nálunk nincsen. Azt szoktuk mondani egyébként, egy időben volt az, hogy mert hát ugye férfiak azért a torzsalkodások néha vannak, és akkor egy-két ember néha ki akar lépni a csapatból, aztán megbeszéljük, mert az van, hogyha valaki kiesik, akkor mi úgy gondoljuk, hogy jelenleg, hogy a helyére nagyon más nem tud jönni. Szóval a Vivat Bakusz énekegyüttes, ami a színpadon láttak a vendégek, azok ezt a 7 ember teszi össze. A rokonoknak szerintem talán egy kicsit könnyebb, de nem ettől függ, habitus függő ez a dolog egyébként, hogy most a konfliktusok hogy születnek, de szerencsére mindig van egy ellenpont, mindig más az az ellenpont, aki visszahúzza ezt a dolgot, és ahogy a Peti elmondta, akkora nagy sértődések, veszekedések nem voltak, hogy valaki kilépjen, de bizony sokszor félre kellett tenni több embernek a büszkeségét. Mondjuk nem nekem, inkább a Petinek. Szeretőt remélve ég és igyá, szabor a szíved, érje szép halál. Elédbe kínálva teszem a bort, amíg mámorba tántorog a hol, gyönyörű vásban hétlen éltenért, remek fáradt lélegzetem élet. A Bordalok énekléséről híres csapat nem véletlenül találta meg ezt a műfajt, és műveli ilyen kiválóan. Így jutottunk el sok helyre a Vivat Bakusz énekeljüttese. Például legutóbb, most 2 hete jöttünk meg Dubajból, ahol mi reklámoztuk a magyar borokat és a Márton napot a világkiállításon. Sok jó gazdát, akik végig mondtad a dolgot.
órát. Miért pont talor? Csendesen! Miért pont talor? Talor egy csendesen! Miért pont talor? Szerep a balacban! Miért pont talor? Keresd a dalot! A magyar bor jó hírét külföldre is elvitték 20 év alatt. A Gergőt kirúgnám. Nem, én nem nagyon csinálnék másként semmit. Az az igazság, hogy mi egy nehezebb lépcsőt választottunk, mert nem volt nekünk soha saját ilyen menedzsmentünk, hanem mindent magunk csináltunk meg. Viszont így lehetőség nyílt arra, hogy mind a mai napig itt állunk a színpadon. Szóval kevés 20 éves együttes van a mai világban. De és ez nekem tetszett, hogy ezt az utat járjuk. Most már mindenkinek van nagyon sok más feladata is, de arra mindig van időnk, hogy az együttessel is foglalkozzunk. Az elmúlt két évtizedről a jubileum hangulatához méltóan így vontak végső következtetést. Keresd a dalodban, miért mondta?